Tompa Mihály, Boldog sziget. Bolondság, de úgy képzelem, ha volna a nagy tengeren egy darab föld, mert soha nem illetett ember volna. Kezet ennyi a szűszabad termék a és kedves jelenlévő, kedves mindannyian. A boldogságra kevés csak a jelen, a múlton épül, az, és az emlékezeten. Tompa Mihály két sora különösen is hangsúlyos ebben az évben. 2017-et írunk, 500 éve kezdődött, és reméljük 500 éve tart a reformáció a megújulás lendületével. Itt gombaszögön is együtt tudunk lenni. A reformáció ugyanis szintén egy visszanyúlás volt egy formációhoz, amely deformálódott. És reformálni, újraalakítani kellett az eredeti mintára. És azért nyúlunk ilyenkor vissza, és ez nem dekadencia, mert megújulást várunk, mert előre szeretnénk haladni. Visszanyúlni a múltba azért, hogy az eltévesztett irányt újra... Előre is nagyon szépen köszönöm a polgári társulásunk és a csapatunk nevében ezt a támogatást, és most megkérném a nevezett
urakat, vendégeinket, ennek a kezdeményezésnek a segítőit, hogy segítsenek a leleplezésben. És akkor most hallgassuk meg még egyszer a csillagvirágot, majd utána minden kedves vendéget várunk a teraszra egy kis frissítőre.
földhisz volna csak, és szállhatnék, mint szállanak a darvak és a vadlibák. Fényes világ, művelt világ, itt hagynálak, azt elhihed. Az volna a boldog sziget.